Korlátozhatják az alkoholfogyasztást a brit reptereken. Rövidesen a parlament elé kerülhet ugyanis egy javaslat, amely gátat szabna a terminálokon kora reggeltől korlátlanul folytatható alkoholizálásnak. A légitársaságok egymás után jelzik, hogy nem kívánnak részegutasokkal bajlódni a fedélzeten. Nem egyszer fordul elő, hogy az utazás letartóztatással zárul a kötekedő, kapatos turista számára. Szeptemberben a légicégek arra figyelmeztettek, hogy a részegutasok 80 ezer fontig terjedő bírságra számíthatnak, ha egy járat miattuk indul el késve. Ha valakit alkoholos befolyásoltság alatt találnak, 5 ezer fontot fizethet, és akár 2 év börtönt is kaphat a repülési szabályok megsértéséért.